Ha van Nvidia videókártyád, lehet, hogy teljesen feleslegesen veszítesz el akár 10% teljesítményt minden egyes játék közben. És ami még bosszantóbb, mindez csak egyetlen beállításon múlik. Ez az opció ráadásul alapból ki van kapcsolva, tehát jó eséllyel nálad is. A szóban forgó funkció neve Resizable Bar. Ez egy olyan technológia, amely lehetővé teszi a processzornak, hogy egyszerre a teljes grafikus memóriához hozzáférjen, ne csak kis darabokban kérje le az adatokat. A hagyományos működés olyan, mintha egy óriási könyvet oldalanként kéne kimásolni, ahelyett, hogy egyben átolvashatnánk. Ha a Resizable BR be van kapcsolva, a gépet gyorsabban képes betölteni a textúrákat, javul a framerate és csökken a mikroakadás esélye. Ez különösen akkor jön jól, ha nagy felbontáson vagy ray tracing mellett játszol. A trükk az egészben az, hogy hiába támogatja ezt az alaplapod, a processzorod és a videókártyád is, a GeForce Driver önmagában nem mindig aktiválja ezt a lehetőséget az összes játékra. Sok esetben csak az Nvidia által előre jóváhagyott játékokhoz van optimalizálva. Viszont létezik egy eszköz, az úgynevezett Nvidia Profile Inspector, amivel manuálisan beállítható, hogy a Resizable BR minden támogatott címben működjön. Egyszerű pár lépéses folyamat, és nem igényel különösebb technikai tudást. A mérések szerint egyes játékokban akár 8-10%-os gyorsulás is elérhető pusztán ezzel az egy beállítással. Ez pedig olyan, mintha új videókártyát kaptál volna 0 forintért. A legjobb az egészben, hogy stabilitási problémát sem okoz, ha a hardvered kompatibilis. Szóval, ha szeretnéd kihozni a maximumot a gépedből, és nem akarsz teljesítményt hagyni az asztalon, akkor érdemes ránézni, nálad be van-e kapcsolva a Resizable Bar. És ha nem, akkor itt az idő aktiválni. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és iratkozz fel a Tech Csevej csatornára, hogy ne maradj le a hasonló tech tippekről. A kommentekben pedig írd meg, hogy nálad be volt-e kapcsolva ez a funkció, vagy most hallottál róla először. Ha pedig kipróbáltad, írd le, hogy éreztél-e különbséget a játékok futásában. Kíváncsiak vagyunk, melyik játékban hozta a legtöbbet nálad Resizable Bar.